Most már harmadik évben vannak itt a Böjte Csaba szlovátai otthonának gyermekei. Ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy én már 9. éve járok ki önkéntesként. És aztán 3 évvel ezelőtt felvetődött, hogy nem hozhatnánk egy gyerekeket. És akkor 5 család összefogott Mecsek-Szabolcson, és akkor voltak itt első alkalommal a gyerekek. Ez a harmadik nyár, amikor fogadunk gyerekeket Szovátáról. Tulajdonképpen mi teljesen véletlenül kerültünk bele ebbe a körbe. Én úgy emlékszem, hogy az egyik örökbefogadó szülőnek nem volt lehetősége mégse, elsőben ilyen táborosztató szülőnek nem volt lehetősége mégse fogadni akkor gyereket, és akkor mi ugrottunk be helyettük így 3 évvel ezelőtt. Nagyon sok olyan programot tudunk nekik nyújtani, nagyon sok olyan lehetőségünk van, amire nekik ott Szovátán, Erdélyben nincsen lehetőségük. Így mindig tudunk valami pluszt adni nekik, mindig szeretettel mennek el, nagyon szeretnének visszajönni, olyan kislányaink vannak, akik már 3. éve minden évben jönnek, és már most mondták, hogy ugye jövőre is jöhetünk. Az idén a befogadó családok száma 2-vel nőtt, tehát 7 család fogadja be őket. Próbáljuk őket igazából úgy kezelni, mintha család lenne, tehát így, mint a saját gyerekeinket, tehát így részt vesznek a mindennapi életünkbe. A gyerekek ezt jutalomként kapják. Tehát olyan magatartása kell, hogy legyen, olyan magaviselete, olyan tanulmányi eredménye, ami ösztökéli arra, hogy jöhessen. Hogy érzitek magatokat Pécsen? Hát nagyon jó, én nagyon szeretem itt Pécsen. Szép hely, hát tele minden jóval, sok látnivalóval, nagyon szép. Nekem is nagyon tetszik, nagyon szép minden itt, és szerintem egy nagyon tök jó város. Hát Pécs is eléggé olyan dombos, meg Szováta is eléggé. Itt most a terráriumban? Hát állatokat, undorító kígyókat, hüllőket, meg szépen halakat. Te nem undorodtál sem? Már így különösképpen nem. Szerintem mi legalább annyit kapunk tőlük, mint ők tőlünk. Tehát hihetetlen aranyos gyerekek. Hertelendről. Itt van a szerelem, miért jó ez neki? Hát mert új környezetben vannak, és új országot fedezhetnek föl, sok minden érdekességet láthatnak, sok élményben lesz részük, és sok tapasztalatban. Hányszor találkozol a kisrácokkal, akik most ide hozzátok jöttek? Hát a Levivel másodszor, a Zenikővel pedig harmadszorra. Ha, és mit csináltok együtt általában? Hát mindenfelé megyünk, programok vannak, esténken tábortüzezünk, de mikor otthon vagyunk, akkor csak pihenünk, mert sok a program. Az egy nagyon jó, hogy most eljöhettünk, és alig várom, hogy megkezdődjön. Ha, és tudjátok, hogy mit néztek meg? Igen, az agymanókat. Nekünk befogadó szülőknek boldogság. Boldogság, öröm látni azt, hogy adhatunk, és kaphatunk a gyerekektől. Szeretetet mindenféleképpen, önzetlen köszönetet, és hát jónak lenni jó, és jót adni jó.